Üdvözlöm a nézőket, ezúttal egy vívó olimpikon a vendégünk és az ő edzője, az év sportolója gálán is kitüntetett Battai Sugár, illetve Dávid László, aki most megosztja velünk a gondolatait. Üdvözlünk mindenkit, köszönjük szépen Sugi, hogy tulajdonképpen beestél a stúdióba, meséld el, hogy hol jártál. Hát köszönöm, köszönjük a meghívást. Tuniszban voltunk, Tunéziában egy felnőtt GP-n. És ott versenyeztem igazából. És hogyan szerepelt ez a ifjú hölgy? Egyéni verseny volt, ugye a Grand Prix-ről azt kell tudni, hogy csak egyéni verseny. 23. lett, tehát a legjobb 32 között végzett, és a 16 közé jutásért esett ki. Mindig klasszikus, amikor előtte beszélgetünk, most nem a konyhában, hanem a stúdióban, azt mondtátok, hogy egy verhető ellenféltől kapott ki. Hát igen, annak minősítettük elsőnek, vagy előre, és akkor végül is megnyerte a meccset, úgyhogy nem volt olyan verhető. A verhető volt, csak nem sikerült ezúttal. Nem jött össze. Korábban találkoztál már ezzel a hölgyel? Korábban szerintem csapaton vívtam vele, egyéniben nem hiszem, meg az alatt az évek alatt elég sokat fejlődött szerintem ő is, úgyhogy most így nem igazán számította, vagy nem igazán tudtam, hogy mit is kellene vívni, úgyhogy most ő bizonyult jobbnak. Azt is vesézgettük, hogy mi a jó a vívásban, hogyha valaki magas és hosszú karú, illetve ha alacsonyan van a súlypontja, és ebből a szempontból Sugi szerencsés tanítványod, mert alacsony, viszonylag alacsonyan van a súlypontja, és hát nem mondanám alacsonynak. Igen, elég hosszú végtagjai vannak. Ugye a alacsony súlypont miatt nagyon gyors a lábmunkája, nagyon jól tud ritmust váltani. Hát a keze hosszúsága az igazából nem annyira mérvadó. Sokkal mérvadóbb az, hogy gyorsan tud reagálni, gyorsak a ez egy szellemi sport. Gyors a reakciója. Igen, igen. Értem. Technikai is. Nehéz elképzelni szellemi sport. Dombi Tibi lenne zavarva, ha itt lenne, aki itt Törökországban a szellemi sportról. Laci, te mikor kezdtél dolgozni Sugival? Mikor fedeztétek föl egymást, hogy működik ez a munka együtt? Hát ugye, amikor bejött a vívóterembe, akkor 9 éves volt Sugi, most 19, úgyhogy 10 éve dolgozok vele, és egészen kicsi kora óta én voltam a edzője. Akkor a kis csoportot ketten vívtük Nyisztor Sanyi barátommal, úgyhogy igazából ott váltogattunk még az első évben, de utána nagyon hamar kiderült, hogy Sugi karddal fog vívni, és akkor onnantól kezdve végig én voltam az edzője. Tegyük tisztába, már Tibi már látom, hogy ugrott volna egy kérdés, amit elmondhatod. Tegyük tisztába, hogy mi a kard és a tör között a különbség. Meg nem a biztos, hogy tör között. Hát meg mi ezek is. Ugye, nem van. Csak azért, hogy nem biztos, hogy a nézőink ezt mi tudják. Tudjuk, csak a nézőink. Három fegyver nem van. Igen, ugye a kardtör a párbajtör. Karddal kezdem, ugye Sugi is azt tűzi. Konvencionális fegyver, az azt jelenti, hogy szabályok vannak, van támadó, illetve védőjog, tehát ha mondjuk én megtámadom most a Tibit, akkor én viszem be a találatot, ha ki nem védi, ha kivédi, akkor tehát akkor ő nem szerezhet pontot, aki védekezik. De szerezhet, ha kivédi az ellenfél támadását, és visszatámad például. Az a pontot szerze, hogyha azzal védesz. Nem, ha nem? Kivéded a támadást, és utána... visszatámadsz? Így van, igen. Mindenképpen az a támadás. Pontosan így van. Nagyon jó volt. Ugye itt ez szúró-vágó fegyver, nem mi azt szoktuk mondani, hogy ebbe a legtöbb a variációs lehetőség, mert ugye pont, hogy szúrni és vágni is lehet, illetve bevezetni a támadásokat szúrócselle, vágócselle, mindegy. A tör, a technika fegyver nem, az csak szúrófegyver nem, az is konvencionális, és a párbajtör pedig kombat fegyver nem, azzal is csak szúrni lehet, viszont bárhova és bármikor. Tehát ott tök mindegy, hogy támadsz vagy védesz, ha világít a lámpa, akkor pontot kapsz. Na és mikor dől el az, hogy valaki párbajtőröző, töröző vagy kardozó lesz? Hát ugye lehet nézni azt, hogy milyen alkat, tehát mást követel egy-egy... Igen. Egy alacsonyabb, kisebb találati felülettel rendelkező, tehát vékonyka gyerek, az mondjuk nagyon jól lehet törbe, ugye ott technikai, nagyon technikai jellegű a képzés. A magasabbak azok igen, igazából kardba meg párbajtörbe, bár meg is száfolnám magam, mert hogyha megnézzük a fiú törözőket, akkor az mindegy hegyomlás, tehát óriási magasak. Úgyhogy igazából... És ezt az edző javasolja, hogy melyikbe indulj, vagy érzi a versenyző, hogy szerintem melyikbe jobb? A versenyző 9 évesen még fogalmas hát sincs. Mondjuk én, amikor megláttam a Sugit, én mondjuk, pont kardba képzeltem el, hogy tényleg jól állt a kezébe a fegyver is, nagyon ügyesen elég jó mozgott. Elég jól eltaláltad, mert ugye olimpián is járt. Volt, igen. Egy világbajnok, tehát meg egyéb, tehát akkor azonnal láttad, hogy ő egy jó kardozó lesz. Én azt láttam, hogy jó vívó lehet belőle, ott még tehát amikor elkezdtük a konvencionálisan, oktatjuk elméletileg a
mindegyik fegyvernemet úgy kezdjük el, hogy a szabályok szerint, tehát a támadó védőjogot megtanítjuk, és ő ezt nagyon értette már nagyon piciként is az összes játékba, amit erre építettünk fel, majd hogy nem mindet nyeregette, és akkor olyan, jó volt. Tehát... És mi visz rá egy 9 éves lányt, hogy elmenjen? Ez lett volna a következő kérdés. Szimbiózisban vagyunk. Tényleg ez. Én a vívás előtt úsztam 4 évet, és igazából azt meguntam, meg kicsit onnan már váltani akartam, és akkor a nagymamám ajánlotta, hogy hallotta, hogy Debrecenben nyílt egy ilyen, vagy hogy ott is van vívás, és hogy balkezes vagyok, és mondta, hogy kézenfekvő lehet, és hogy próbáljam ki. Úgyhogy így mentem le amúgy a terembe. És azonnal megtetszett? Vagy nagymamám, mikor ezt javasolta, mire gondoltál? Tudtad, hogy mi az a vívás egyáltalán? Nem igazán, meg én akkor nem is nagyon néztem még így az olimpián se, így a vívást, viszont amikor lementem, az nagyon megtetszett. Nyilván először így a közeg, meg hogy az edzők is kedvesek voltak, sokat dicsértek, meg nagyon befogadó volt a társaság, ez ilyenkor egy kisgyereknek szerintem ez számít. Úgyhogy ott nagyon jó volt, így játszottunk, meg különböző feladatokat csináltunk. Aztán, mikor így megismertem jobban a vívást, akkor egyértelműen beleszerettem. Abban az időszakban a nagy tíma volt a nagy vívó? Nem. 2012-ben kezdett a sugi, akkor már az áron volt. Akkor igen, az áron. Igen. Hát én már régi motoros vagyok, ilyen szempontból. Mi meg azt mondom, hogy még nem, de már nem. Már nem, igen. Csak hogy női példakép lehetett esetleg azért. Nem volt? Aki így inspirált? Miután úgy jobban megismertem a vívást, akkor inkább Márton Anna volt, aki példaképként. Meg hát Szilágyi Áron, ő egyértelműen. Hát ő hérosza ennek a sportágnak. Igen, megragadta a szakmaiságát, hogy Szilágyi Áron azért lehetett példakép, mert jó képű. De egyébként ő 3 olimpiát nyert, ugye? Nem. Az nem olyan. Is. Rajta van, úgy látjuk a negyediken is. Ez is valószínűleg, hogy benne van. Apropó olimpia, kijutottál a legutóbbi olimpiára Tokióba. Hogyan vezetett az utad odáig? Nem arról beszélek, hogy 9 éves korodtól, hanem amikor egyáltalán fölmerült ennek a lehetőség, hogy meg lehet a kvalifikáció. És hogyan élted meg, hogy kint voltál? Igazából én így a kvalifikációs időszak közepén kerültem körülbelül így a felnőtt válogatotthoz, ahol először járhattam például keretedzésekre, vagy versenyeken kipróbáltak. Aztán, amikor az első versenyen kipróbáltak csapatban, akkor úgy jól vívtam, meg tudtam teljesíteni azt, amit így az edző szeretett volna. Hát mondjuk akkor ezt így megszakítom egy kicsit a sugi, mert aktuális aktuális olimpiai bajnokot verte 5-1-re, úgyhogy ez szerintem tetszhetett a szakvezetésnek. Igen, úgyhogy onnantól igazából a többi versenyen is én voltam a csapatban a negyedik ember, és ez így egészen az olimpiáig, meg hát az olimpián is így maradt. És milyen volt az olimpia? Tudjuk, hogy egy kicsit faramuci olimpia volt, mert a pandémia miatt egészen más szabályok voltak, de gondolom ott járni ez óriási élmény lehetett. Hogyan élted meg ezeket a napokat? Abszolút, hát hatalmas élmény volt, meg igazából ilyen megtiszteltetés, hogy én ott vívhattam így a felnőtt csapatban. Hát a címer az embernek a mellkasán. Igen, az nagyon-nagyon nagy élmény volt, igen. Meg hogy tényleg ott minden sportágban, így az olimpikonokkal ott együtt voltunk a faluban, az is hatalmas élmény volt. Nyilván nekem nincsen összehasonlítási alapom, hogy milyen egy pandémiás, meg nem pandémiás hát olimpia. Majd a következő után lesz. Igen, reméljük. De nagyon jó volt így is, meg az is hatalmas dolog volt nekem, hogy vívhattam is az olimpián. Nyilván ebben kicsit kettős érzésem van, mert azért vívhattam, mert a Panka sérült volt, és miatta kellett beállni, de alapvetően tényleg nagyon jó volt, hogy vívhattam, és jó élmény volt. Na, de hát azért nem kell szégyenkezni, mert nem véletlenül téged hívtak, és nem Tibit vagy ezen. Tehát, hogy Panka megsérül, azért nem nekünk csörögnek azonnal. És mesélj a világbajnoki címről. Azért az hatalmas boldogságot jelentett itt az országban mindenkinek. Tehát mondtátok, hogy régóta várt már a kard nemzet erre. Az milyen volt és mennyire volt nehéz? Szóval igen, hát egy hatalmas élmény volt igazából az egész világbajnokság, és egyáltalán nem számítottunk rá, szóval nagyon fiatal a csapatunk, és azért benne volt, hogy valamikor ki fog jönni egy nagyobb eredmény ebből a csapatból, mert tényleg nagyon eredményesek voltunk a korosztályos versenyeken is, és aztán felnőttben is voltak kiemelkedőbb, vagy hát jobb eredményeink, de ezt nem gondoltuk volna, hogy a világbajnokságot most megnyerjük, úgyhogy ez egy meglepetés volt, de nagyon jó élmény volt. Tudom, hogy nem vagy az önfényezés nagymestere, de mitől jó ez a csapat? Miért nyerte meg ezt azért nagyon régen várt világbajnoki címet, ez a kard, női kardválogatott? Nagyon színes csapatnak mondanám magunkat, mert mindenkinek megvan a maga erőssége.
Illetve az, hogy ennyire összetartóan és egymásért tudunk vívni, ez számított szerintem a legtöbbet a világbajnokságon, ami így az Európa és a világbajnokság közötti időben is, hogy ott is jobban összekovácsolódtunk, és szerintem ez is hozzátett a VB győzelemhez. Na és Laci felsőjén látszik, hogy milyen színekben versenyeztek, de nem volt ez mindig így. Volt egy kicsit rögös út, mire eljutottatok a Deac vívó szakosztályáig. Laci, mondd el ezt az időszakot, ismertesd, hogy milyen körülmények között készültetek. Arról, hogy végülis olimpikonunk lett és világbajnokunk. Igen, hát akkor nem mesélném el az egészet. A lényeg az, hogy én a Deacba kezdtem annak idején, amikor még volt vívó szakosztály, de ott utána ez megszűnt. És utána ilyen magánklubokba voltunk, és végül is 2017-ben egy saját egyesületet alapítottunk, és amikor a olimpiai kvalifikáció szóba jött, akkor jött szóba a pandémia is, és ugye itt minden iskola bezárt, ami tornatermet tudott volna nekünk biztosítani, és hát jobb lévén, jobb nem lévén kivettünk egy kocsma folyosót, abból egyből kettőt is, egy földszintet meg egy emeleti szintet, ami korábban egy varroda volt, azt szépen berendeztük, és ott kellett készülnünk, hát majdnem egy évig. És hogyan jön az emberbe akkor a túlélési ösztön, hogy ebben a helyzetben kitalálja, hogy mondjuk egy régi varrodában, vagy kocsma folyosón tartson edzéseket? Tehát az, de általában ilyenkor az átlag ember azt szokta mondani, hogy húristen, akkor is megállunk, meg le kell állni, meg mit csináljunk, te meg kitaláltad ezt. Igen, mert volt egy álmunk, hogy mit világbajnokságot akarunk nyerni, meg olimpiát akarunk nyerni, és ugye ez volt a lehetőség az edzésre. Tehát ez nem szabad. Te ilyen Kejfejancsi típusú vagy, nem? Lehet. Nehéz lenyomni a víz alá. Úgyhogy igen. Valószínű. És hány edzésetek van egy héten? Nekünk egy héten? Ugye a klubedzések azok 5 van minden délután, de a sugi szintjén egy kicsit többet kell már edzeni. Nekünk ugye bejön egy vagy két erőnléti edzés, plusz még a 3 keret edzés, tehát ő azért 10-11-et is edz egy héten. És az iskola mellett? Vagy hogy már nem... Milyen jó kérdés ezt megkérdezni. A tanulás mellett hogy fér ez meg? Igen. Hát nehezen, de megfér. Szóval nehezen, de megfér. Ugye én elég sokat vonatozok, ott a vonaton próbálok készülni így az iskolára is. Nagyon támogató a Deac velem kapcsolatban is, így a vizsgákat, hasonlókat is segítenek ebben, úgyhogy és így, milyen tanulmányokat folytatsz? Rekreációs életmód szakon vagyok a Debrecen Egyetemen. Most akkor első éves vagy? Igen. Az életkorodból adódóan. És mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Olimpiai bajnok és... és igazából az a tervem, hogy most erről a szakról mesteren csináljam a dietetikát, és esetleg ott elhelyezkedni, hogyha később a vívás után valamit. Figyelsz az étkezésre is amúgy? Igen, abszolút. Meg most ebben az évben is elkezdődik újból ez, hogy dietetikusokkal is dolgozunk, úgyhogy igen. Na és ha bele lehet mélyedni a szakmába, Laci, hogyan néz ki egy edzés? Engem az is érdekel, hogy egy vívó mit csinál. Uh-huh. Hát ugye ez attól függ, hogy milyen korosztályjal dolgozunk. Mondjuk sugi esetében. Ott már elég speciális edzés van, ugye nagyon gyakran vannak neki versenyek, és ahhoz kell igazítani, hogy éppen mi kerül. Ez olyan, mint a zenekaroknál, hogy annyi koncert, hogy nem kell próbálni? Nagy hát jel? Azért nem. nem egészen. Tehát az ő tekintetében már nagyon technikai és taktikai képzés van, tehát majdnem mind. Sőt, minden nap iskolázunk, ami ugye úgy kellene elképzelni, hogy a edző egy védő felszerelést felvesz, és akkor begyakoroljuk azt a 500 000 lehetőséget, ami lehetséges a vívósportba, és akkor ugye ott még van, amikor olyat találnak, ami még nem volt, arra is fel kell készülni, illetve a versenyek előtt egy kicsit többet foglalkozunk a taktikával, hogy milyen vívók ellen, milyen típusú akciókat lehet. Ki van elemezve az ellenfél? Ki, ugyanúgy mi is ki vagyunk. Csapatsportban. Pontosan. Is csapat és ugye a világbajnokság volt erre egy nagyon jó példa, hogy taktikailag jól felkészültek a lányok. A edzőkkel ott voltunk, és ugye ahogy már kirajzolódott az ág, és láttuk, hogy ki hogy fog vívni, ott a döntő napon elkezdtük össze-vissza cserélgetni a lányokat, ami nekik tűnt, az ellenfeleknek tűnt össze-visszának. Mi nagyon is tudtuk, hogy mit, hogy kell. Például a Sugi végigvívott a selejtező napokon, meg ő végzett a legjobban az egyénibe is, és akkor az olaszok ellen pedig a kispadon kezdte a mérkőzést, mert az első ellenfeleit azt tudtuk, hogy ki lenne, és hát őt nem nagyon szokta a Sugár megverni, Gregoriót, és egyből becseréltük, és akkor ott még az olaszok vezettek, aztán Sugi kiosztott egy 11-1-et, és már mi vezettünk.
És az így megadta. Az óriási húzás akkor így. Igen, így nagy részletekről. Nagyon nehéz, itt is van taktika nyilván. Nehéz a versenyzővel nek lenyomni a torkán, most nem veszel kezdő? Vagy, szerintem nem volt, megértették. Nem, abszolút, meg így mi is értettük, hogy mit miért, meg hogy jött. És az egy döntő asszó volt ott az olaszoknál, hogy ott megkaptuk a lendületet így a többi a folytatáshoz. Tök jó. Olyan simán nyertünk 45-43-ra. Nem is izgult senki, nem izgult, nem volt nagy gond. Ugye, tehát egy-egy ilyen versenyen van ez már, hogy ott már taktika centrikussá válik az egész. És mennyire kapsz te direktívát a válogatottól, hogy milyen edzéseket tarts? Mennyire szólnak bele? Nem szólnak bele, tehát egyéni képzés van. Viszont egy azon szakmai csapásvonal alapján készítjük most már a vívókat, kicsit több, mint másfél éve. És megkapod ezt az anyagot e-mailben, vagy hogy kell elképzelni? Nem. Egyéni edzéseket tudjuk, hogy mikor van vívóedzés, mikor van iskolázás, és akkor heti háromszor, ahogy Sugár is mondta, heti háromszor Pesten kezdünk, ez a kedszer a csütörtöki napok, és akkor ott a szakmai vezetéssel együtt készítjük ezeket a sportolókat. Értem. Na és visszatérve az év sportolója gálára, azt mondtad, hogy nagyon jó közegben és nagyon sok jó emberrel találkoztál. Ki volt az, akivel esetleg összecimboráltál? Ki volt az, akivel jobban lettél, vagy megismerted, és azt mondod, hogy ez tök jó volt? Nagyon ilyen nem volt, mert mikor oda mentünk, kicsit beszélgettünk, de akkor is leginkább így a lányokkal voltunk együtt. Aztán meg beültettek oda minket a színpadra tulajdonképpen, onnan néztük végig így az estét, úgyhogy annyira beszélgetni nem tudtam különösebben sportolókkal, ott voltunk egybe. Láttatok egymást? Igen, meghallgattuk a beszédeket, úgyhogy körülbelül ennyi volt. És most mind a kettőtökhöz intézném ezt a kérdést, hogy mennyire sikerült ezt a megnövekedett média szereplést kezelni. Te hogyan élted meg, és te hogyan látod kívülről, mennyire lett esetleg profibb ezen a téren, Sugi? Meg hát nyilván, hogy dolgozzátok, hogy ide is meghívtunk titeket, tehát azért ez csúcspontja szerintem, nem lenni. Nyilván, hát innen már csak lefelé. Igazából én örülök neki, meg nagyon tetszik, hogy ennyire figyelnek ránk. Tehát jól érzed magad ebben a szerepben, úgymond? De egy kicsit, leginkább az elején ez feszültített engem, most már azért sokkal jobban érzem magam benne, meg szerintem rutinosabb is lettem benne, és ez is hozzátesz, de alapvetően én örülök neki, hogy ezzel is így a sportot is népszerűsítjük. Laci, te hogy látod Csuginak a változását? Először is nagyon megköszönjük, hogy elhívtatok a Tibiékbe, mert ez eddig kimaradt. Ez kierőszak voltam. Nagyon-nagyon hiányzott eddig ez nekünk. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen. A Sugi egészen kicsi kora óta ugye nagyon ügyesen tudott nyilatkozni, akkor még ilyen, hát nem is tudom, voltak dolgok, amiket fixen mondott, hogy ne nagyon hibázzon. Azért most már nyilván egy kicsit szabadabban, mert meg tud is beszélni. Szerintem nagyon jól csinálja, illetve nagyon-nagyon örülünk annak, hogy a vívósport ilyen figyelmet kap. Tehát azért Debrecenben nem volt ez mindig így, hogy ilyen figyelem irányult erre a sportra. Na és a deacistálójában miben változott a helyzet? Tehát lehet, hogy kommunikációban, vagy jobb körülmények között, tehát erről, hogyha mondanátok pár gondolatot, mennyivel másabb most ott versenyezni, illetve edzősködni? Nagyon jó, ugye nekem mindig is hiányzott egy terem, ezt megkaptuk a Deasztól készen, fixen. Ez hol van helyileg? A Böszörmény úton van, a Technős teniszcentrum mellett kaptunk egy kisebb termet, de nagyon jó műhelymunkát tudunk ott végezni. Ugye nekünk a maga a kis csoportok miatt fontos az, hogy fixen legyen helyünk, és ne iskolából iskolába. Bocsáss meg, hogy közbevágok, hányan vívnak most a Deac szakosztályában? Hát egy olyan 25-30 versenyzőnk van, akinek van is úgy értelme, hogy versenyzik, illetve van nagyon sok hobbi, illetve... Van, aki hobbiból? Persze, abszolút. Tehát az egyetemen ugye mi csináljuk. Látod az egyetemi... egy-két kardozós francia filmet, és akár, akkor elmegy. Akár azért Star Wars-ot megnézték, és Jean-Marie. Igen. Vannak, meg egyetemi testnevelés órát ugye kötelező a hallgatóknak felvenni, és akkor azt azon belül a hívást is fel lehet venni, és pont egy éve indítottuk ezt a testi órát, és már most van egy csoportra való, aki minden szerben este 8-kor, amikor én már kijövök a teremből, de a kollégám még ott van. Ők akkor kezdenek. Ők akkor elkezdik ott ütni-verni egymást, nagyon élvezik, illetve van nyilván mindig az utánpótlásról, de kell figyelni, nekünk a
Covid miatt ez is gondot jelentett már, hogy hát kocsma folyosóra nem hiszem, hogy bárki szívesen hozza a gyerekét. Hát nem annyira. Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de sokan úgy, hogy nem. És akkor most nekünk a kis csoportokat pótolgatjuk. Azokat. És Sugi, te hogy érzed magad a Deacnál? Én remekül, és tényleg az nagyon-nagyon sokat dobott így az egész hangulaton. Szerintem az edzéseknek, hogy van egy remek terem, ahova mehetünk. Meg az, hogy egy ilyen sportkomplexumba megyünk be, nekem már az úgy feldobja így a napom, hogy... Nem maga a hangulata. Igen, abszolút. Úgyhogy nekem már ez nagyon sokat segített, vagy így dobott az én hangulatomon, meg így motivációmon is igazából. Mm. És mennyire költséges sport a vívás? Egyre olcsóbb, tehát amikor mondjuk én vívtam, akkor nagyon-nagyon költséges volt, a fizetésekhez mérten nagyon drágák voltak a felszerelések. Ugye azért most már több cég is van, aki a felszerelés forgalmazással foglalkozik, valamint a Magyar Vívószövetségnek nagyon jó támogatási rendszere van, úgyhogy egy kezdő sportoló, amikor bejön a terembe, igazából mi is felszerelést tudunk neki adni, nem kötelező megvenni a felszerelést, hát amikor elkezd majd egy kicsit komolyabban versenyezni, akkor meg kell várni, míg jó eredményei lesznek, hogy olyan szponzort találjon, de abszolút... De benne van a... Persze. És az mennyire belülről, mennyire látható, ahogy kívülről mi látjuk, hogy nem egy televíziós sportág. Tehát ugye olimpián néz az ember igazából vívást, és hát akkor elmondja a riporter, hogy most valaki véd és visszaszúrás, mert egyébként annyira nem látható. Nyilván ez egy exakt dolog, mert jelzi a ruházat, de ez mennyire eladható szerintetek? Szerintem nagyon eladható, hogy erre hát, vannak Amerikába. Sikerek. Igen, meg Amerikába például abszolút, mint egy NFL mérkőzést, olyan körítés igen? van a versenyeken. Pont van egy debreceni vívó kislány, párbajtőröző, aki NCAA-t nyert. Hangozik el a neve. Fekete Laura 2 éve megnyerte, tavaly bronzérmes lett. Ő kint van amerikai ösztöndíjjal, és vele néha beszéltem, és ő mesélte, hogy milyen körítés van ott, tehát nagyobb sztárként kezelik őket, mint az olimpiai bajnokokat. Pedig nem akár... egy tipikus amerikai sportág. De az lesz. Tehát az ugye lesz. Ott is az ösztöndíjrendszerek vannak ugye az amerikai egyetemeken, és a hátrányos sorsú gyerekeknek valamivel ki kell tűnni, és van például a Westbrook alapítvány, ami a New York-i szegény negyedekből szedi össze a vívókat, és például akivel Áron is vívott olimpiai bajnoki döntőt, onnan került el az olimpiai bajnoki döntőig. Nagyon érdekes ez, mert mondjuk egy olimpián én is megnézem a vívást, és élvezem. És szurkolok a magyaroknak, meg tök jó érzést ad, de ugyanakkor meg nem találkozol vele, amit Nándi is mondott, tehát, hogy nem nagyon lehet. Mondjuk egy élőben nem voltam még vívóversenyen, de pótolni fogom. Pótolni fogod, eljössz majd velünk egyszer. De nem is nagyon van ennek publicitása. Egyáltalán. Erre mondtam az előbb nektek, hogy egyre több, és mi nagyon-nagyon örülünk neki, hogy mostanában a debreceni média is egyre többet foglalkozik a vívósporttal. Nehezen közvetíthető egyébként, mert nagyon felkészültnek kell lenni a riporternek, és ez a, szerintem ez az egyetlen hátulütője, de mostanában azzal, hogy szakkommentátorokat hívnak, egész jól el lehet adni. Ez is tök jó, hogy a Deac fölkarolt titeket, tehát az is mögé igen. állt, az, hát azért az nagy dolog. Az mindig dob, hogyha egy egyetemi klub egyébként, valamilyen szakosztály mögé áll. Nagyon jó sztori volt, mert éppen az olimpiára készültünk a már említett helyen, és akkor csörgött a telefonom, és hát nem lehetett hallani semmit a penge csattogásra, mert én is mondtam, hogy majd visszahívom, és akkor a Bács Zoltán kancellár úr hívott fel bennünket, vagyis hogy engem, hogy esetleg lennék-e újra Deacos, és mondtam, hogy na, hogy ne lennék. Akkor ti ismertetek egymást, és tudta, hogy te Deacos voltál. Nem, hát talán foci meccsen B-közében egyszer-egyszer összefutottunk, de nagyon nem ismertük egymást, én tudtam ki ő, tudta ki vagyok én, és akkor felhívott a telefonon. Az ugye a Deacba azért nem nagyon szokták felhívni a klubokat, hanem általában a klubok keresik meg, vagy az edzők, hogy hát ők akkor egy ilyen szakosztályt csinálnak, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés volt, és egyből közös hangot beszéltünk. Hát gondolom nem utasítottad el, hogy nem érünk rá, mert jó a kocsma folyosó. Megköszöntem a lehetőséget. Ha ugye sokat emlegettük az olimpiát és a vágyott érmet, mire számítotok, hogyha sikerül a kvalifikációt kivívni? Mi az, ami benne van most akár Sugiban, akár válogatottban? Egy világbajnok csapatról beszélünk, tehát bármi benne van.
ugye az olimpiára mindenki tudja, hogy sokkal nehezebb kijutni. A vívásnak egyébként is nagyon speciális. Az bonts már ki, légy szíves, hogy miért olyan nehéz oda kijutni. Mert nagyon speciális a kijutásnak a kritériuma, a kvalifikáció. Egy évig tart a kvalifikáció, egy év alatt egy verseny kivételével mindegyik beszámít. Ugye ez a kvalifikáció az ebbe az évbe fog nekünk kezdődni. Hát akkor ez egy nagyon fontos vagy márisba. Igen, nagyon-nagyon fontos év. És ugye egyéni sportról beszélünk, viszont csapatban jutnak ki a sportolók. 8 csapat juthat ki az olimpiára. És nem, a világranglista első 4 csapata kijut, illetve minden... Automatikusan mi hányadikok vagyunk? Most harmadikok. Harmadik vagy negyedikek. Én most ezt nem szoktam követni egyébként. Az nem rossz. Meghúzzuk 24 tavaszán, hogy hányadikak vagyunk. Persze, akkor meg fogom tudni mondani. És akkor minden kontinensről kijut még egy-egy. És a csapatok, ugye 4 fősek a csapatok, de 3 vívó indul majd a olimpia egyéni versenyein. Az ugye 24, 83. És a negyedikek tartalékok, és illetve még feltöltik ilyen 8-10 vívóval az egyéni világranglista alapján olyan országokból, akik nem jutottak ki. És akkor így alakul ki az egyéni és a csapatverseny. És ha valaki mondjuk nagyon jó, mint mondjuk a Sugár, de megsérül évközben, de ugyanakkor az olimpiára felépülne, és tök jó lenne, akkor nem tud kijutni? Hát ez a szövetségi edző döntése, hogy kiviszi el, vagy nem. Kit visz ki? Igen, ha a csapat kijutott. De volt olyan például, hogy az olaszoknál, ugye nem volt törverseny 4 évvel ezelőtt az olimpián, nem volt törcsapatverseny, és a 1-2-3 a világranglistán olasz volt, és az 1-2 mehetett, a harmadik pedig, a világ harmadik legjobb vívója pedig otthon ült. Ez kemény. És hogyan alakul a világranglista? Tehát hogyan lehet azon előre lépkedni? Vagy megtartani ezt a helyet? Igen, vannak világkupák, Grand Prix versenyek, illetve az Európa és a világbajnokság, és ott pontokat szereznek különböző szorzók alapján. Igazából Sugi kicsi kora óta nem követi ezeket a ranglistákat, tehát szerintem, ha most megkérdezitek, hogy hanyadik a felnőtt meg a junior világranglistán, nem tudom, hogy tudja. Nem tudom. Köszönöm. Nem azzal foglalkozik igazából. Más, ugye a vívással foglalkozik, ezek a ranglisták igazából tényleg olimpiai kvalifikációs évben a fontosak, azt majd tényleg 24 tavaszán látjuk. És ez ugyanúgy vita tárgyát képez, mint a futballban, mert azért van, amikor a belgák nem nyertek semmit, és hónapokig ők voltak az elsők, akkor az a vívó világranglista is ilyen vitatható, vagy nem, pedig az nem. Teljesen a vívó világranglista más. Ugye a Európa, ma, ahogy mondtam, a világ Európa, Ázsia bajnokság, illetve a világkupák is a Grand Prix alapján alakul ki, tehát ott, ha megvan adva, hogy ha az első helyen vagy, akkor 32 pontot szerzel, a második helyen 26-ot, és akkor ezek összeadódnak, és ilyen gördülő ranglista van, mint a teniszben, hogy a következő évben megcserélődik a aktuális versenynek a pontja. És szerintetek miért ilyen tradicionális sportág ez, annak ellenére, hogy nem eladható a tévében mondjuk? Eladható, mint volt, de tehát én ezt csak ragaszkodnék. Ugye az olimpia kezdete óta ez olimpiai sportág a vívósport, és ugye a kard az, ami a magyaroknak a tradicionális fegyverneme, abban nyertük a legtöbb olimpiát. Mert hátrafelé nyilazás nincs. Hát már nincs, igen, meg kötélhúzási, bár abban már, abban szerintem nem is nyertünk. De ugye férfi szakág nyert nagyon-nagyon sok olimpiai érmet, ott a, egészen a 1908-tól, 1960-ig nem is nyert más, csak a magyarok. Tehát ugye Gerevics, Aladár, Kovács, Kárpáti, Pézsa, most sorolhatnának nagyon sokan neveket, vannak, nagyon sokan neki. Vannak. És akkor a modern időkben is a férfi kard az azért mindig ott van, Áron óta, ugye 12 éve csak magyar nyeri az olimpiát, és most pedig a nők is végre beérkeztek oda, ahol a helyük van. Áront említettük, hogyha ő nem lenne, akkor most azt mondanánk, hogy kicsit hanyatlott a vívósport, mert ugye mellette korábban többen is nyertek, vagy mondjuk csapat is nyert olimpiát, és akkor ő most a zászlós hajó, hogyha ő nem lenne, hál' Istennek van, akkor azt jelenteni, hogy ez a sport egy kicsit most nem annyira sikeres? Nem gondolnám, mert ugye Siklósi Gergő nevét is említhetném, aki olimpiai ezüstérmes, pont a Sugi által hivatkozott Márton Panka, aki ő a példaképe, vagy példaképének tekintő olimpiai negyedik, tehát azért jól állunk. Jól állunk. 3 percünk maradt. Mi az, amit kívántok magatoknak erre az esztendőre? Téged is megkérdezem. Igen, köszönöm, nem biztos, hogy a vívással kapcsolatban. De?
Én leginkább azt, hogy fókuszáltam, meg felszabadultan tudjak vívni, és ne foglalkozzak ugyanúgy az ilyen külső hatásokkal. Milyen versenyt nyerhetsz meg ebben az évben? Mire készülsz? Lesz még a korosztályos Európa meg világbajnokság is, azért ott is örülnék, hogyha jól vívnék, illetve minél több felnőtt versenyen, minél előrébb végezni egyénibe is, meg hogy a csapatot azt lehetőleg jobban vívjam. A jól vívás az azt jelenti, hogy eredményes, vagy az úgy is lehet jól vívni, ha nem vagy annyira eredményes? Ez nagyon jó kérdés. Na. Szerintem lehet úgy vívni, hogy... Akartam kérdezni. Nem. Lehet, ez a tényleg érdekel. Lehet úgy vívni, hogy éppen nem vagy eredményes. Aha. Tehát például nagyon sokszor elmeséltük már én egyik kedvenc történetem, Suginak az első versenye, még tényleg pici volt, 11 éves volt, egy ilyen országos verseny volt, és akkor látod, a döntőig elment, és akkor 9-9 volt ott, még a gyerekek 10-ig vívnak csak, és akkor megtámadta az ellenfél, de vesz egy gyorsan, és Sugi így belevágott véletlenül, és egy lámpás találat lett, a Sugi megnyerte a versenyt, és akkor kicsit így pityeregve jött, hogy hát ő nem ilyen találattal akar nyerni. Mert... De ez jó volt, az a maximalizmus. Igen. Igen, igen. Tisza Tibi barátom olyan, mint a Pavlov kutyája, hogyha kimondom, hogy pár percig maradt, azonnal elkezd kérdezni. Tehát mi az, amit te szeretnél ebben az évben elérni? Én is azt kívánom Sugának, hogy az egész debreceni vívásnak, a debreceni vívósportban dolgozóknak, hogy úgy tudjanak vívni, ahogy tudnak, és akkor abban meg lesznek az eredmények. Abban benne van biztos, eredmény, hogy benne van. Tibi, eredmények. Te mit szeretnél az idén? Én minél jó? Több Tibiéket szeretnék. Igen. Én meg azt szeretném, hogy ne beszéljen bele az utolsó 5 percbe. Köszönjük, Tibit várjuk. Igen, mert Dombi Tibit nagyon várjuk. Köszönjük szépen. Szerintem informatív beszélgetés volt. Én legalábbis sokkal gazdagodtam, sok minden, amit eddig nem tudtam. Nagyon sok sikert kívánunk. Hajrá Sugi, hajrá Laci. Köszönjük szépen a figyelmet. Jövő héten újra találkozunk. Rock and roll!